Sziasztok! Üdvözöllek benneteket az első könyvajánlós videómban, és ebben a videóban egy olyan könyvet fogok nektek ajánlani, ami nekem is nagyon sokat segít a mindennapokban. Ez pedig nem más, mint Rafael Giordano könyve, remélem, hogy jól ejtem. A második életed akkor kezdődik, amikor megérted, hogy csak egy van. Róla beszélek, majd be fogok vágni ide egy képet, mert szerintem így fordítva mutatja a kamera. Nagyon hiszek abban, hogy könyvek, emberek, filmek akkor találnak meg bennünket, amikor arra a legnagyobb szükségünk van, és én is így voltam ezzel a könyvvel. És nagyon szépen köszönöm Szandrának, hogy megemlítette az Instagram sztoriában, mert szerintem különben nem bukkantam volna rá, mert jelenleg nem ilyen fajta könyveket olvasok. Kicsit szkeptikusan vettem a kezembe ezt a könyvet, mert a címe az olyan szirupos, közhelyes, tipikusan olyan, mint egy blogbejegyzésnek a címe, amire azt szeretnék, hogy rákattintson az ember, és mégsem azt kapja, amit vár tőle. De én azt kaptam ettől a könyvtől, amit vártam tőle, és tényleg hasznos olvasmánynak mondom abban az esetben, hogyha nem vagyunk olyan hatalmas mély gödörben. Természetesen, hogyha komolyabb probléma van, érezzük magunkban is, hogy komolyabb problémák van, akkor érdemes szakemberhez fordulni, mert akkor ez a könyv nem valószínű, hogy segíteni fog. Akkor csak annyi fog történni, hogy elolvasod a könyvet, és utána visszateszed a polcra, és tulajdonképpen megy minden tovább. Viszont, hogyha egy olyan fázisodban vagy, hogy mondjuk éppen letértél az útról, mert valami eltérített, vagy csak rossz napjaid vannak, de tudod, hogy ez csak átmeneti állapot, akkor ez a könyv segíteni fog abban, hogy visszatalálja az útra, visszataláljon magadhoz. Na de miről is szól a könyv? Tulajdonképpen egy nőnek az életét mutatja be, akinek mostanság elég sivár az élete, nincs túl jó kapcsolata sem a férjével, sem a gyermekével, mindent olyan kilátástalannak lát, és semminek nem látja az értelmét. Na hát ugye ebből szép kilábalni. És szerintem sokan vagyunk így ezzel, hogy tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor megvan mindenünk, és nem lehetne okunk panaszra, de mégis van néha olyan, hogy elfog minket ez az ürességérzés, és akkor nem tudunk abban a pillanatban hálásak lenni az életünkért, pedig kéne. Camille, a könyvnek a főhőse, találkozik egy rutinológussal, aki tulajdonképpen ebben a könyvben megmutatja neki, hogy hogyan tud kijönni a gödörből, hogy jelenleg egy olyan életszakaszban van, amin tud változtatni, meg tudja élni saját magát, és kialakíthat újra egy jó kapcsolatot a férjével és a gyermekével. Ezt ígéri neki Claude. A könyv végén van egy csattanó, de ezt nem fogom elmondani természetesen, hogy mi nem fogok spoilerezni. Közben itt a jegyzeteimet sasolom, úgyhogy azért nézek lefele. Azért is adott sokat nekem ez a könyv, mert érzem, hogy én is jelenleg egy olyan helyzetben vagyok, ahonnan picit nehezebben lábalok ki, és ez a mindennapokban nagyon hasznos kis mankó. Illetve, amit még nagyon fontosnak tartok megemlíteni, az egy másik könyv, ami ehhez kapcsolódik, Müller Péternek a Varázskő című könyve, amit pedig azért kapcsolnék ide, mert ugye Müller Péter is ebben a fejezetben, az Aszkézis című fejezetben azzal foglalkozik, hogy a szokások mennyire meghatároznak bennünket, és hogy mennyire nehéz jó szokásokat kialakítani. Ugye rossz szokásai mindenkinek vannak, és azt mondjuk ilyenkor, hogy jaj, hát én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, holott ez nem igaz, mert azért vagyok ilyen, mert ilyenné tettem magam. És ezért van az, hogy nehéz a jó szokásokat kialakítani, de gyakorlással ez is működhet. És ugye ugyanez van Camille esetében is,
aki mindenféle instrukciókat kap, hogy hogyan tudjon kijönni ebből a gödörből, és ezáltal sikerül is neki ugye a könyv végére, gondolom nem árulok el titkot ezzel. És Müller Péter is azt írja le, hogy mennyi gyakorlás szükséges ahhoz, hogy az ember változtatni tudjon dolgokon, és nem elég az, hogy egyszer kitalálom azt, hogy most akkor én ilyen irányba fogok változni, hanem ezt minden nap gyakorolni kell, reggel, délben, este, következő nap, következő évben, egész életünkben gyakorolni kell, és ezért nehéz ez, mert ezzel a sok gyakorlással válik szokássá. Tehát így tudunk új szokásokat kialakítani, hogyha folyamatosan gyakoroljuk ezeket. És ezután válnak csak a jellemünké, amikor már ugye teljesen beépülnek. Nálam például ilyen most a meditáció, amit most már egy jó ideje csinálok, és nagyon pozitív hatással van az életemre. És ez is csak úgy volt lehetséges, hogy beépítettem, a minden napjaim részévé tettem, hogy minden reggelt ezzel kezdek, ezzel indítok, és tényleg ez csak úgy lehet, hogyha minden nap rászánom magam, és gyakorlom, és előbb-utóbb a jellememmé válik. És ez szerintem egy nagyon izgalmas utazás. A könyv végén egyébként van egy részletezés, hogy hogyan érdemes ezeket megvalósítani, milyen lépései voltak ennek a folyamatnak, mi szerint lépett előre szakaszonként Camille ebben a fejlődési folyamatban. Viszont én inkább annak a híve vagyok, hogy egyszer elolvasom a könyvet, és utána pedig saját magamnak kijegyzetelem azokat a részeket, amik nekem fontosak, és az alapján haladok. Olyan egyszerű, hogy tulajdonképpen csak meg kell csinálni azokat, amik le vannak írva a könyvben, és mégis nem tesszük. Nem tesszük ezt meg, hanem azt csináljuk ezekkel az önsegítő könyvekkel, hogy elolvassuk őket, és utána visszakerülnek a polcra. Viszont ennél a könyvnél ez nálam nem így volt, hanem a jegyzetelést választottam. Igenis, el kell hinni azt, hogy ezek a dolgok, ezek az apró lépések segítenek, és hogyha ezt elhisszük, akkor sokkal szívesebben és könnyebben fogjuk ezeket megcsinálni, véghez vinni. És főleg azoknak ajánlom, akik úgy érzik magukban, hogy valami van bennük, de még nem tört a felszínre, és ez ad egy ilyen lökést, hogy igenis meg lehet csinálni, hogyha igazán szeretnénk. Miközben pedig olvassátok és jegyzeteket írtok hozzá, figyeljétek meg magatokat is, hogy milyen érzéseket indít ez el bennetek. Érdemes ezeket is szerintem lejegyzetelni. A könyv olvasmányos, letehetetlen, de mindenképpen ezt még egyszer kihangsúlyoznám, hogy akkor fog segíteni, hogyha csak egy ilyen kis mini gödörben vagytok, vagy egy kisebb eltévejedés közepette vagytok éppen, letértetek az útról, amin egyébként mindig magabiztosan meneteltek, csak most éppen történt valami, ami miatt letértetek róla. Hogyha viszont komoly probléma van, akkor tényleg szakemberhez kell fordulni. Remélem, hogy tetszett nektek ez az összefoglaló erről a könyvről, és minél többen elolvassátok. Írjátok meg kommentben, hogy mik a visszajelzések, milyen véleményetek van, illetve azt is írjátok meg, hogy csináljak-e még ilyen videót, amiben esetleg egy könyvet ajánlok nektek. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, kövessetek minket az Instagramon, illetve a Facebookon is. Olvassatok minél többet! Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!